A kormány egyetlen ígéretét sem tartotta be az atlétikai VB kapcsán, állítja Horváth Csaba. Zugló polgármestere szerint bár a kabinet megígért 50 milliárd forintot az egészséges Budapest programra, az idei kifizetések mégsem érkeztek meg. És a politikus szerint a kormány a diákváros megépítését is megígérte, közben pedig át akarja játszani a területet a Fudan számára. Vendégünk Horváth Csaba. Zugló polgármester, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Akkor miért szavazta meg ezt a felpuhított vétót tegnap? Megszavazta? Megszavaztam. Nem felpuhított, hiszen a közgyűlés úgy döntött, hogy a világbajnokság vagy az atlétikai világbajnokság ügyében vétót emel. Ez egy határozat. Természetesen annyiban még van benne lauf, tehát a kormánynak néhány helyét áll rendelkezésre, hogy visszavonja a Fudán törvényt, visszavonja azokat a kormányhatározatokat, ami például 14 milliárd forintot átjátszott a Fudan alapítványnak, amit egyébként Palkovics vezet, aki egyébként nem ért semmit, és azt mondja, hogy nem is érti, hogy mi a problémája az ellenzéknek, és ugye a területet magát is importálni akarják, tehát be akarják aportálni abba az alapítványba, a Fudán alapítványba, a Fudán nevét viselő alapítványba, ami után el kéne nekünk hinni budapestiként, vagy egyáltalán magyarként, hogy a kormány letett arról a szándékáról, hogy elárulja Magyarországot. Már azt pedig mondja, aki, hogy nem hiszik már el. Pedig nem ugye hiszük. Mi is ezt izéztük, és tegnap Dénémet Erzsébet is azt mondta, hogy ő egy szavát sem hiszi a kormánynak, nem tartott be semmiféle ígéretet, és ők ezért javasolták a valódi, tényleges vétót. A demokratikus koalíció vétója ugyanúgy nem volt valódi ebben az értelemben, hiszen ők egy elvi szándékot akartak kifejezni. Tegnap úgy döntöttünk Karácsony Gergely indítványára, hogy döntünk arról, hogy vétót emelünk. A demokratikus koalíció azt nyújtotta be, hogy fejezzük ki az elvi szándékot a vétóra, és egy soron következő közgyűlésen döntsünk majd az elkészült dokumentumok alapján a végleges megoldásról. Tehát ha úgy tetszik, akkor Karácsony Gergely vétója erősebb, és még egyet kell látni, ezt érdemes tisztázni. Maga a vétó, ezen jogászok nagyon sokat vitatkoztak az elmúlt napokban. A vétó alapvetően politikai természetű és nem jogi. Tehát ha de jure nézzük, akkor hogy kik írták alá a szerződést, akkor jogi, értelemben nem tud. De Budapest, mint host, vagyis rendezőváros, a vétójával egy olyan politikai szintre emeli a rendezésügyét, hogy nem volt még arra történelmi példa, soha, hogy bárhol a világban úgy rendezzenek ilyen szintű világversenyt, akár olimpiát, akár világversenyt, hogy adott országban a kormány és a város ne értett volna egyet. Tehát elméletben... Korábban egyet értettek. Igen, de elméletben ugye ez egy szerződés, amit a kormány írt alá, a részben a főváros felhatalmazása alapján, hiszen a fővárosnak döntenie kellett az ügyben, nem véletlenül kötött megállapodást a kormány Budapesttel, amely számos pontját egyébként a kormány nem tartja be. Többek között arról nem volt szó a megállapodás megkötésekor, hogy a diákváros helyére ők egy kínai pártegyetemet akarnak odarittyenteni, nem mellesleg végső soron a magyar adófizetők pénzéből. Tehát azért ez mégiscsak nonsens, hogy van egy magát magyarnak nevező kormány, ami egy idegen hatalomnak, jelen esetben éppen Kínának át akar játszani egy Budapest központi helyszínén lévő területet, amely területre a magyarok diákváros szerettek volna építeni, és a kormány korábbi kommunikációja szerint ő is, majd még ezt megfejeli egy 540 milliárd forintos kötelezettségvállalással, amit a magyar adófizetőknek kéne kifizetni. Szóval kérdezem én, és ezt a kérdést tegnap föltettem a fideszes képviselőknek, hogyha mi lennénk kormányon, és mi akarnánk egy idegen hatalomnak átjátszani több mint 500 milliárd forintot, és a jövőt a helyszín vonatkozásába, akkor ezt nem szimplán hazárulásnak nevezné bárki, aki kívülről nézi ezt az ügyet? Mit mondtak? Hát semmit. Semmit. Mert hogy véleményem szerint ez a vegytiszta hazárulás. Sanda Tamás nyilatkozott az a kapcsolatban, hogy lesz itt egy népszavazás minden jel szerint, úgyhogy az emberek dönthetnek majd erről, akár 2022 után, akár előtt, hát inkább 22 után lesz ez. Na de amit még mindenképpen a közgyűlésről hát szeretem volna kérdezni. Inkább 22-ben dönthetnek majd a magyarok, hogy akarnak egy olyan kormányt, ami rendre becsapja és elárulja. Az őket. Világos, hogy most én ezt a népszavazásra mondtam. Népszavazás kapcsán, meg azért, bocsánat, amikor kijött az eredménye, hogy adott esetben a népszavazási kezdeményezést átengedte a testület,
rögtön utána voltak olyan fideszes nyilatkozók, akik fontosnak tartották leszögezni, hogy ohó, van még jogorvoslat, még megtámadhatja egy magát civilnek nevező bárki, mondjuk a CÖF valamelyik munkatársa megtámadhatja ezt a kezdeményezést. Még ketyeg az óra, ugye 15 nap? 30 nap. Tehát, hogy ebbe azért van még felleviteli lehetőség. És őszintén szóval persze egy népszavazási kezdeményezéssel le lehetne vetetni ezt a konkrét ügyet a napirendről. És szerintem fontos, hogyha átengedi a testület és nem fúrják meg, akkor ezt vigyük végig. És legyen egyértelmű, hogy ki az, aki elárulja a magyar érdekeket, jelen esetben a magyar kormány. Ha pedig bármilyen okból ez meghiúsulna, ezer más ügyben, például a Városliget továbbépítési szándékába, Paks 2-ben, tehát annyi bűncselekmény történik, most nemzeti szempontból bűncselekmény, tehát hogy olyan atomerőművet például megépíteni, ami az indulás napjától veszteséget termel, ez egy gazdasági bűncselekmény. Egyébként orosz érdekeket szolgálni ezzel, az meg hazárulás. Hát van, aki azt mondja, hogy ez termel, van, aki meg azt, hogy nem, és ez lesz. De ez nem igaz. Ez lesz a gazdasági... Én beneültem abba a gazdasági bizottságba, ami annak idején ezt a projektet értékelte, még a parlamentbe. Egyértelmű volt, hogy ez a projekt ebben a formában veszteséges. Térjünk vissza a Fudarra, mert miközben önök üléseztek tegnap a fővárosi közgyűlésben, az átlátszó.hu megírta, ugye, hogy rekordsebességgel péntekről hétfőre bejegyezte a Fudan Egyetem vagyonkezelő alapítványát, vagy bejegyezte a bíróság, és majdnem 14 milliárdnyi vagyon került oda. Nem került oda? Nem. Ez egy szándék, tehát ez függő játszma. Tehát bejegyezték az alapítványt, de a vagyonátruházásra nem került sor. Ha jól láttam a papírokból, akkor 600 millió forint készpénzt. Ügyvédi letétben van már. Éreztek ügyvédi letétbe, de az ingatlan, tehát amiről beszélünk, és ami a legdurvább az egészben, hogy az a budapesti terület, aminek a szándéka szerint a budapesti diákváros helyszíne kellene, hogy legyen, azt még nem tudták átjátszani, és a mi ismereteink szerint, ami szintén háttérből és kormányzati forrásokból származnak, nem biztos, hogy megmerik ezt lépni, de teljesen egyértelmű. Miért nem mernék meglépni? Bejegyezték az alapítványt, ott van ez letétben, tehát az lett volna a következő kérdésem, hogy nemhogy nem vonják vissza a törvényt, hanem önök miközben majdnem vétóznak. Igen, szóval akkor mikor vétóznak, mikor lép életbe az, amit tegnap elfogadtak? Mivel egyik dokumentumban sem volt olyan, ami azonnali hatája lehetővé tette volna a vétó tényleges érvényesítését. Ráadásul valóban van ebben egy nemzeti érdek. Karácsony Gergelynek is, és nekem is, a városvezetésnek az a határozott álláspontja, hogy 2023-ban, ha rajtunk múlik, meg fogjuk rendezni az atlétikai VB-t Budapesten. Ott, azon a helyszínen. És az a nagyon határozott álláspontunk, hogy ezt követően, ennek a beruházásnak a szomszédságába meg fogjuk építeni a budapesti diákvárost, ami 10 000 kollégium férőhelyet fog jelenteni. Ez a határozott szándékunk. De ha úgy tetszik, a VB megrendezésénél még nagyobb érdekünk van abban, hogy a diákváros megépüljön, mert a VB megrendezése egy néhány hétre okoz örömet a magyaroknak, viszont a diákváros megépítése hosszú évtizedekre teremt lehetőséget jövőt fiataloknak, magyar fiataloknak, akik egyébként nem budapesti fiatalok, mert az ország bármely pontjáról, ha érkeznek, ma a lakhatás a legnagyobb problémája egy Budapesten tanulni szándékozónak, és ez a diákváros pont ezt az esélyt adná meg. És nem mellesleg az a kínai elitegyetem, amit oda akarnak építeni, mindennek a helyére, az egy több millió forintos tandíjjal tervezett egyetem, ahova biztos, hogy magyar diák a lábát nem tépti be, legfeljebb csak takarítóként. Már kell, hogy fejezzük. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.